Következő műsorblokkunkban Radnóti Miklósra, jeles költőnkre emlékezünk. Nagyon örülök, hogy ilyen nagy sikere volt ennek a blokknak, és köszönöm mindenkinek a dicséretét, a jó kívánságait, és most azok kedvéért, akik szívesen megnéznék még egyszer, következzen. Jeles költőink. Ezúttal Radnóti Miklósról fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Szabó László Dezső költőt és Andrássy Frigyes zeneszerzőt, énekest, most már mondhatom, hogy dramaturgot, drámaírót, de hát fordítsuk figyelmünket Radnóti Miklósra. Mi is szeretettel köszöntünk persze minden nézőt és hölgyet. És ez a kérdésem felétek, hogy mit jelenthet a ma emberének Radnóti Miklós költészete, vagy éppen sorsa? Szerintem csodát jelent a ma emberének is. Bárki, aki egy kicsit is elővesz egy Radnóti verset, az egy csodálatos szférába kerül általa, és talán azt is megérzi ebből, hogy egy ember, aki annyit szenvedett a földön, már születésénél az anyja belehal a szülésbe, és az ikertestre is meghal. Nevelő szülők nevelik, és az egész élete folyamán rengeteg tragédia van. Mégis az utolsó pillanatig is, a borinotezbe, ami előkerül halála után, az exhumálással 2 éve halála után, finom szavakat ír. Nem durva, nem fröcsög azokra, akik akár megölték. Fantasztikus embernek, ennek az embernek a lelki nagysága. Tehát ilyen szempontból is példaképnek tekinthetjük, hogy őt nem rontja meg a gonoszság. Nem rontja meg, mindig ember marad, az emberséget adja a költészete, és valami olyan csodálatos költészet, ami az embert elemeli a szférákba, bár mégis a valóságot láttatja, ha elolvasja az ember a nem tudhatomot, mint egy film pereg előttel le, az egész esemény, és érzékelteti hol a lentet, ahol bombáznak, ahol lőnek, és érzékelteti a fentet, hogy mit érezhet a bombázóba, aki céloz a célzókészülékek mögött. Fantasztikus. Tehát nem véletlen, hogy egy kortárs zeneszerzőt megihleti. Hogy történt, amikor rátaláltál a nem tudhatomra? Ó, nagyon egyszerű. Felütöttem a Radnóti kötetet, olvastam. És mikor elkezdtem olvasni, na mondom, most ezt még egyszer, és olvasom, hát ez csoda, ez fantasztikus. A gyerekek, a bakter az ászlóval, látom egy kis falusi részen, meglátom a falut, ott felül céloznak, lőnek rájuk. Fantasztikus. És akkor beleragadtam a székbe. Nem a zene, a felállt a hátamon a szőr, borcsózott a hátam, talán ez a jó kifejezés, és oda kell üljek a zongorához. És ott mi az a rész, ami most, hiszen nem az elejétől, és valami rész, ez szinte fogom. Ezt talán ő is ezt érezte, még írta. És akkor egy sor. Hogy megyek tovább? Mit érzett ő akkor? Próbálom átérezni, ahogy ő vinni. Hogy a zene soha ne legyen ellen a költőnek. Azt fejezzem ki, amit ő akar, próbálom a zene nyelvén. Ez a csodálatos, hogy nincs idő meg tér, csak művészek vannak, lelkek vannak, és a maga a műalkotások. Úgyhogy most hallgassuk akkor meg Radnóti Miklós, Andrássy duó, nem tudhatom. Itt a lángoktól öreg.
ringó gyermekkorom világa. Földbe süpped el. Itthon vagyok, itthon vagyok. Itthon vagyok. Itthon vagyok. Néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, és tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon. Mit ér ez a költő, hiszen neki szintén szavai vannak egy másik költővel kapcsolatban. Kedves Dezső! Nem könnyű megszólalni ezután a zene és ezután a vers után, de azt mindenféleképpen el lehet mondani, hogy egy mai költőnek valami olyan csodálatos példaképe lehet Radnóti, akire meghatottság nélkül nem is lehet gondolni. A költészete valami csodálatos, technikailag, szakmailag, hogy úgy mondjam, és aztán a gondolatok, hát azok csodálatosak, ezeknek az összefűzése, harmóniája utolérhetetlen. Én, mint költő, talán egy versben foglaltam össze azokat az érzéseket, gondolatokat, amiket vele kapcsolatban éreztem, megálmodtam, vagy egyáltalán a tudat alattimban megszülettek ezek a gondolatok. Elmondanám. Igen. Bori Requiem. Itt találkoztál végzeteddel. Az úton őrizted lelked kristálytiszta fényét. Kálváriát stációiról, mint megannyi röpke áhítat Isten elé szárnyaltak verseid. Nem szitkozódott egy sorot sem, csak a fájdalmat csapott az égig. Te csak szerettél. Embert, tájat, hazát. Az tékozlóan eltaszított, engedve drága kincsét kín és mocsok drág tengerébe fúlni. Most Isten mellől tekints a földre. Láthatod, szívem megszakad, mert hiányoznak meg nem írt verseid, s hiányodból gyötrő bánat fakad. Szükségünk lenne rád ekkorban, mert kell a költő, olyan, mint te voltál. Rimből faragott, virágos Isten oltár. Gyönyörű. Mennyire zeneiek Radnóti versei? Tehát nehéz megzenésíteni, vagy éppenséggel könnyű?
ami hozzám közel jön az a vers, az... Az már csak kibugyog? Azért aztán túlzás lenne mondani, hogy kibugyog. Bugyog, de azért ez egy nagy feladat. Uh-huh. A nem tudhatom is. Tehát ez egy óriási feladat volt megírni azt, hogy kórusra is, és ezek a ritmusok, 7/8-ok, tehát nem, a versből adódóan olyan nem 4/4, tehát az a népdalokból meg, hanem szóval nem egyszerű dolog, úgy érzem, hogy érzem, amit ő akart. Uh-huh. És akkor kibírom fejteni. Más versek is megihlettek. Hát hogyne, ugye itt a Nem tudhatomon kívül, nem csak a Gyökér című verse, ami hát 5 perccel lehet, ez egy pár hónap a halála előtt íródott, ott a Bori táborba, ami fantasztikus szintén, hogy a gyökér, ahogy kúszik fölfel, valaha világ volt, az élők között járt, most pedig len a föld mélyébe van, bogarak rágják a gyökerét, és mégis a vers vége, hogy fűrész sír fejem fölött. Hát micsoda hasonlat, ahol a fába vagyunk, gyökerekkéné vagyunk, és áttételesen nem csak az a fűrész, mint egy favágónak, hanem már ácsolják nem csak a vérpadot, hanem már a koporsót is. Tehát olyan sokértelmű a kifejezése, de egyébként ebben a versben a harangot végigírtam, a lélek harang az végig szól az egész. Akkor most meghallgatjuk ezt a dalt, az előadója Molnár András. Így van, Kossuth Lőcs nagyszerű opera énekesünk. És így legalább egy másik művész szemével megismerjük ezt a dalt, és természetesen Radnótit. Azok az események, amelyek Radnóti Miklós költészetét az utolsó időben még emelték, dúsították, vagy megerősítették, azok az események tulajdonképpen a mai élő embereknek is emléke lehet, és bizony Szabó László Dezsőnek saját emlékei vannak erről az időről. Mit mondhatunk a Kassán 44-ben versről? Hát ez egy
tragikus pillanata volt az életemnek, 7 éves voltam, az öcsém 6, amikor 1944 késő nyarán közel laktunk az állomáshoz, és ott az állomáson megállt egy szerelvény, amelyen a szerencsétlen haláltáborokba induló honfitársaink voltak. Ebből született meg ez a vers, ebből az élményből. Akkor engedjék meg, hogy én ezt most felolvassam. Kassán, 44-ben. Verőfényes nap volt. Az égen varjak szálltak, az állomáson félretolva szomorú vagonok álltak. Mellettük végig feltűzött szuronnyal csendőrök sétáltak nagy nyugalommal. A tolóajtók résnyire nyitva, a résben arcok és kezek, az arcokból könyörögve kintekintő szemek. Vizet, vizet, hallatszott halkan, kezek nyúltak ki kéregetve, és mi rohantunk kenyérrel, vízzel. A csendőr nem szólt a gyerekekre. 6 éves koromban mit tudhattam én, hogy felettem is ott ásít a rém, s hogy átvettem az üres kannát a kezekből. Pergett a könyv mindkét szememből. Igen, nem is tudom, hogy kinek könnyebb, aki magában tartja és inkább elfelejti, vagy a költő, aki kiírja lelkéből ezeket az eseményeket. Gyönyörű alkotások gyönyörű, születnek. Gyönyörű, és gyönyörűen mondtad. Köszönöm. Bravo, Laci. Csodálatos. És van egy nagyon-nagyon híres másik Radnóti vers, a Töredék. Így van. És a Töredéket Molnár András és Wiedemann Bernadett személyében hallhatják egy óriási duettben a nézők most. És életemben először voltak a Jóisten a tartott hangokhoz, amit majd énekel Wiedemann Bernadett, egy csodálatos bőgő szólam dallamot írtam alá, ahogy a bőgő mélységekre hatol lefelé. Akkor most Radnóti Miklós előtt tisztelegve és megköszönve a kortárs művészeknek, hogy eltölthettünk így egy kellemes beszélgetést őróla, hallgassuk meg Radnóti Miklós Andrássy duó Töredék. Énekel Molnár András és Wiedemann Bernadett. Stille immer wollt mir tan, stach lelkes ed mir ned.
vissza.